Tárgyjátékfesztivált rendeztek az útkeresés segítő szolgálat munkatársai. Új otthonra talált az 50 éves orgona. Első helyen zárt a DKKA csapata az emléktornán. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Idén is tanszergyűjtő közösségi kezdeményezéssel körítette a nyárbúcsúztató játékfesztivált az útkeresés segítő szolgálat Bartók Béla úti bázisán. Stábunk is jelen volt az immáron hagyománynak számító augusztus 24-én délelőtt megrendezett eseményen. Játékfesztivált szerveztek az útkeresés segítő szolgálat munkatársai. A rendezvényen a mozgásos sporttevékenységek álltak a központban. A délelőtt 9 órakor kezdődött esemény résztvevői a hétpróba állomásait teljesíthették. Ilyen volt például a gólyalábazás, a horgászat, a célbadobás, a mezítlábas park, a sorverseny, az arcfestés, a hajfonás és a piciknek berendezett játszósarok. A kezdeményezés részleteiről Árgyalán Anikó főszervező számolt be. A játékfesztivál egy nagyon nagy múlttal rendelkező rendezvény, mintegy 2000 óta szerepel már az intézmény rendezvényei között. A célja elsősorban az, hogy segítsünk az iskola kezdésben a családoknak, de kettős céllal működik tulajdonképpen. Egyrészt, hogy az intézményt is megismerjék város szerte. Tehát az maga a rendezvény az egész város számára nyitott, és ilyenkor lehetőség van arra, hogy mások is betekintést nyerjenek az intézmény munkájába. Árgyalán Anikó hozzátette, a sorverseny alkalmával szerzett pontokat a gyerekek az iskolakezdést támogató csomagokra válthatták be. Elsősorban sportprogramok, ahol pontokat gyűjthetnek a gyerekek, és a pontok beváltása után kaphatnak egy iskolaszer csomagot. Fontos megjegyezni, hogy családokat várunk, tehát hogy szülők, gyerekek együtt próbálra tenni magukat ezeken az egyes állomásokon. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai is készültek a programra. Arról, hogy mivel kedveskedtek a gyerekeknek, Kis Dénes őrnagy osztott meg részleteket. A rendőrségnek van egy bűnmegelőzési programja, a Házhoz megyünk című vagyonvédelmi bűnmegelőzési program. Ezzel érkeztünk ide az útkeresés segítő szolgálat játékfesztivál című rendezvényére, az ő felkérésükre. Itt a jelenlévők, fesztiválon résztvevők megismerhetnek különböző bűnmegelőzési eszközeket, szemléltető tárgyakat, szórólapokat, bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó szórólapokat hoztunk. Kis baleset megelőzés is bele van vonva a programba. A gyerekek kirakhatnak különböző kresztáblákat egy nagyméretű szivacs kirakóval. A játékok mellett egy mini kresztpályát is kipróbálhattak a résztvevők. Az is van itt mellettünk felállítva, bójában egy kis szalompálya, ahol kis műanyag motorokkal, hogyha végig mennek ezen a kis pályán és a rajtól a célig eljutnak, akkor szintén megkapják az ezért járó kis pecsétjüket a kis pecsétgyűjtő füzetükbe. Az adományok kiosztására a játékfesztivál részeként került sor, ám a gyűjtés a rendezvény után is folytatódik, egészen szeptember első hetéig támogathatják a segíteni kívánók a rászorulókat. Az általános és a középiskolai első, 9. osztályos dunaújvárosi diákoknak nyújt iskolakezdési támogatást az önkormányzat a 2021-es évre vonatkozóan. A tájékoztatóban olvasható feltételek teljesülése esetén a támogatási igényeket július 1-től szeptember 30-áig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán ügyfélfogadási időben. Az iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi igazolásokon túl a köznevelési intézmény igazolását a gyermek felvételéről, vagy a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek az iskola tanulója. További részletek megtalálhatók a dunaújváros.hu weboldalon. Településünkön talált új otthonra a Felbaki templom feleslegessé vált orgonája. Az 50 éves hangszert magyar szakemberek szerelték szét, majd július végén kamionnal szállították Dunaújvárosba, ahol a jövőben az evangélikus templomban nyerheti vissza a régi fényét.
Egy rendkívül érdekes hangszer, végtelenül érdekes történetét ismertette stábunkkal Stermecki András evangélikus lelkész. Mint megtudhattuk, magyar szakemberek július végén az egykoron Felbák városában található 50 éves orgonát szállítottak Dunaújvárosba. A történetnek azonban van egy személyes vonatkozása is, hiszen Stermecki András egy ösztöndíjnak köszönhetően évekkel ezelőtt Felbákban tanult, és gyakorlatilag 200 méterre bérelt lakást az említett hangszertől. Én 2018-19-es tanévben a Körösi Csoma Sándor ösztöndíjnak köszönhetően egy ösztöndíjat nyertem a feleségemmel, és én ott szolgáltam pont ebben a városban, Felbachban, az ottani német országban található protestáns magyar gyülekezetben segítettem a lelkészi munkát, a feleségem pedig hitoktatott, próbáltunk nyelvet is tanítani kint élő magyar családoknak. A lelkész hozzátette, az orgona egyelőre szétszerelt állapotban várja a munkálatokat az intézmény karzatán. És gyakorlatilag július utolsó hetében egy kamion hozta el ezt Felbachból, Württembergből ide Dunaújvárosba. Egy orgona építő céget bíztak meg azzal, hogy lebontsák ezt az orgonát. Több napig tartott csak a lebontása, szakszerűen bedobozolva, amit lehet, amit meg nem, ilyen nagyobb alkatrészeket meg külön, és szinte egy napon keresztül hordták be innen a Szilágyi Erzsébet utcáról a templomba ezt az orgonát, és hát most arra vár, hogy összeszereljék. Stermecki András kiemelte, új otthonra talál az egyházközösség eddig használt hangszere is. Pont az idei év elején a Pilis Csabai Evangélikus Gyülekezet letette leendő templomuk alapkövét. Ott fog épülni egy új templom, nem akkora, mint a miénk, ennél egy kicsivel kisebb, és már így ennek kapcsán a Magyarországi Evangélikus Egyház abban gondolkodott, hogy a mi régebbi viszonylag új, modern orgonánk, hangszerünk, ha ez felépül, átköltöztetik a majdan egy-két éven belül felépülő Pilis Csabai templomba, ez oda pont passzol, a miénkbe, pedig ezt a nagyot próbáljuk majd valahogy felépíteni újonnan. Termecki András hozzátette, a város 70. születésnapja, illetve a Dunaújvárosi Evangélikus Templom felépítésének 25. évfordulója alkalmából készítettek egy könyvet, amely megvásárlásával a városlakók támogathatják az orgona összeszerelését és behangolását. Negyedik bajnoki találkozóján harmadik győzelmét aratta a Dunaújváros Pase labdarúgó csapata a mögöttünk hagyott hétvégén, és a Mohácson aratott 1-0-ás siker egyben azt is jelentette, hogy együttesünk felugrott az MB3 középcsoportjának első helyére. Érthetően elégedetten értékelte csapata teljesítményét Varga Balázs vezetőedző, aki azért azt is látja, hogy miben kell még előrébb lépnie tanítványainak. Elmondása szerint jelenleg jól állnak, megvan az az alapjáték, amit az edző szeretett volna felépíteni. Sok variációt gyakorolnak a támadásaikra, és összességében jó úton jár az együttes. Két MB1-es csapatot is legyőzve szerezte meg a Békés Csabai Szabó Károly emléktorna első helyét a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt együttese. A kétnapos viadal után elégedetten értékelte tanítványai teljesítményét Vágó Attila vezetőedző. A Kisvárda elleni két gólos győzelem után már az első Szabó Károly emléktorna első helyéért lépett pályára a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt együttese az Alba Fehérvár KC ellen Békés Csabán. Az augusztus 21-én déli 12 órától megrendezett összecsapás első felvonását a fehérváriak kezdték sokkal jobban, ám hiába vezettek 5-2-re is, idővel rendezte a sorait együttesünk, mely előbb felzárkózott ellenfeléhez. Majd a játékrész utolsó perceiben fordítva 11-10-es forral vonulhatott pihenőre. Együttesünk magabiztosan őrizte előnyét, és végül sima 29-23-as győzelmet aratva szerezte meg az első Szabó Károly emléktorna első helyét. A mérkőzéseket követő első edzés alkalmával Vágó Attila vezetőedző beszélt a Kisvárda elleni mérkőzésről. Az elején sikerült egy 4-5, talán 6 góllal is vezettünk a mérkőzés folyamán. Nagyon jó védekezésünk volt, jó kapus teljesítményünk. Egy picit még mindig a hiányérzetem abban van, hogy a kivédekezett, az ellenfél kivédekezett támadásait követően a labdaszerzéseinknél
a lerohanásokba belehibázunk, és sokszor ahelyett, hogy ugye direkt indításgólt lőnénk, vagy egy ilyen könnyű második hullámba befejeznénk a lerohanást, elpasszoljuk, eladjuk a labdát, és a kontrából mi kapunk gólt. Ebből tudott a Kisvárda visszajönni a második fél időbe, de hál' Istennek én is úgy gondolom, hogy végig magabiztosan uraltuk a mérkőzést, és nyertünk egy erős Kisvárda ellen. A vezetőedző elmondta, a fehérváriak elleni mérkőzésen számos tényező hátráltatta a csapatjátékosait. A mérkőzés pikantériájához tartozik az, amit nem biztos, hogy mindenki tud, hogy megelőzte a mérkőzés kezdetét egy olyan incidens, hogy a két játékvezető úgy gondolta, hogy ő akar ennek a napnak a főszereplőjévé válni, ugyanis nem engedte a Bula tanítát arcvédő maszkban játszani. Amiben az volt az érdekes, hogy előző nap megjátszhatott benne, vagy előtte való héten a Vasas elleni edzőmeccsen játszhatott benne. Nyilván tudjuk, hogy a szabály úgy szól, hogy majd tét meccsen nem játszott ebben a maszkban, de edzőmérkőzésekről van szó, ahol a két csapat megegyezett, tehát a Fehérvár edzője roppant korrektül beleegyezett abba, hogy játszhat a Buli ebben a maszkban. Majd a két játékvezető kitalálta, hogy mégse. Na most nyilván így elvesztettük azért a védekezés egyik alapemberét. Vágó Attila kiemelte, a két mérkőzés tanúsága, hogy a DKKA együttesét rendkívül tehetséges játékosok alkotják, akik nem pusztán a győzelmekért és az eredményekért, hanem egymásért is küzdenek a pályán, illetve azon kívül is. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!